Kedves magyar testvéreim, dolgozó magyar honfitársaim, és nem véletlenül választottam ezt a megszólítást, mert bár mi és természetesen én is a teljes magyar néphez szólunk, de én külön szeretném kiemelni azt a több millió magyar munkavállalót, akik vállukon viszik ezt az országot, akik nélkül tulajdonképpen nincs semmi. Akik értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő munkát végeznek ebben az országban. Tulajdonképpen ők érdemelnék a legnagyobb tiszteletet, erkölcsi és anyagi megbecsülést, ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy mégis őket akarja a leginkább megsarcolni a kormány. De az a kormány, amelyik ezt így teszi, az valójában nem hisz az általa is hangoztatott munkaalapú társadalomban. Ez nem más, mint egy újabb hazugság, mert ez a kormány valójában globális nagyuraikat szolgálja, a karvaj kapitalistákat, mondjuk ki már végre, mert ez az igazság. És most is tulajdonképpen egy újabb hazugság miatt vagyunk most itt. Ugyanis kérdezem én, és azt gondolom, hogy ti is kérdezitek, és sokan mások is az országban, hogy vajon hogyan számolták ki az átlagfogyasztást villamosenergiából és földgázból. Ki az a bolond, vagy közönséges hazudozó, aki azt hiszi, hogy például itt Békés megyében egy magyar dolgozó, akinek családja is van, és családi házban él, tud ennyit fogyasztani úgy, hogy nem lépi át? Vagy úgy számolták ki, ahogy a KSH szokta az átlagbéreket? Tudjátok, amikor elénk tolják a hazug statisztikáikat. Éppen most 500 ezer forintnál jár, de lehet, mire leértem ide Békés Csabára, már még több. Ugyebár ezen maximum háborgunk, hogy miért kell ilyenekkel provokálni az embereket, sajnos azonban az úgynevezett átlagfogyasztás viszont ennél már kicsit többről szól. Erre hivatkozva fog több millió magyar dolgozó és magyar család elszegényedni, a társadalom több mint fele lesz az, akinek több százezer forinttal többet kell fizetni a rezsiért, és ismerve a valós fizetéseket, nem a KSH félét, már ugye így is meg kellett nézniük, hogy mire költik pénzüket. Most mi jön ezután? Akkor el kell dönteniük, hogy fáznak, vagy megfagynak, vagy utcára mennek? Mert ez a helyzet. Emlékszünk arra is, hogy a választási kampányban a Fidesz teleplakálta az országot egy bizonyos plakáttal. Az volt ráírva, hogy a főnöknek van egy új klónja, Miniferi. És ott volt rajta ugyebár Márki-Zay Péter kicsinyített, mása mögötte Gyurcsány Ferenc. Csak hogy jelentem, időszerű lenne újra elővenni ezeket a plakátokat, azzal a kiigazítással, hogy a főnöknek van egy újabb klónja, csak őt már úgy hívják, hogy Orbán Viktor. És arra is emlékezzünk, hogy Márki-Zay Pétert végig támadták a kampány alatt egyébként joggal, mert ténylegesen vérlázító, agyatlan kijelentéseket tett a rezsivel kapcsolatban, csak hogy most azt látjuk, hogy tulajdonképpen a Fidesz Márki-Zay Péter kottájából játszik. Az ő elképzeléseit valósítja meg. Én csak azt tudom nekik kívánni, hogy öleljék meg egymást, vagy fogjanak kezet, de nem különbek. És ezen túlmenően azt hiszem, nem tudom, ki hallgatta a Kossuth Rádiót a múlt héten, Orbán Viktort, én azt hiszem, hogy hatalmas tiszteletlenséggel beszélt a magyarokhoz. Azt mondta, hogy aki nem tudja kifizetni a megemelkedett rezsiket, az keressen több pénzt. Most nem tudom, hogy a totális cinizmus, vagy a tények teljes nem ismerete vezette erre, de kérdezem én, hogy ugyan kinek lett volna a dolga az elmúlt 12 évben, hogy javítson a magyar dolgozók helyzetén, hanem az övé. Ehhez képest Európában továbbra is sereghajtó közé tartozunk fizetések tekintetében. A munkakörülmények pocsékok, azt hiszem itt a Békés megyéiek tudnának erről mesélni, eltusolt munkahelyi balesetek, fizetetlen túlórák, mindezt keretbe foglalva pedig a szakszervezetiséget, a dolgozói érdekképviseletet teljes mértékben szétverték. És akkor mindezek tükrében, mindezen tények ismeretében azt mondja nekünk, hogy keressetek több pénzt. Hát hosszasan lehetne ecsetelni, hogy mit mondjunk erre, én nagyon rövidre zárom. Szerintem ez a pofátlanság magas iskolája. Viszont egy valódi magyar nemzeti, a dolgozók pártján álló és szociálisan is érzékeny kormány, amelyik ismeri a magyar nép lelkének minden rezdülését, sohasem vetemedne ilyesmire.
Csak hogy ez a kormány, mint mondtam, nem ilyen. A Fidesz urambátyám rendszere teljesen hiány van bármiféle szociális érzékenységnek, ezért valójában maximum külsőségeiben nemzeti, de belső tartalmát tekintve egyáltalán nem. Ezért mondjuk azt mi, már megalakulásunk óta, hogy a Fidesz és a balliberális tömb, a globalisták, amelyet ugye Gyurcsány Ferenc vezet, és amely mögé beállt a Jobbik, még akkor is, hogyha a Fidesz kommunikációja esetenként más, vagy bizonyos káros folyamatokat igyekszik tompítani, de messze nem elegendő módon, az összképlet az mégiscsak az, hogy fontos nemzetstratégiai kérdésekben ugyanazt teszi mindkét oldal. Ezért van, ezért volt szükség a harmadik útra, a valódi nemzeti alternatívára, a mi hazánkra, és ez az alternatíva nektek köszönhetően már bent is van a parlamentben, de folyamatosan erősödünk, nem állunk meg félúton, és amilyen kemény idők elé nézünk, én azt hiszem, hogy egyenesen bűn is lenne a nemzet felé, hogyha mi nem tennénk meg mindent annak érdekében, hogy a dolgozó magyar népet szolgáljuk, ugyanis mi vagyunk az egyetlen népi alapú mozgalom ma Magyarországon, ezért felvesszük a küzdelmet azzal az elitnek, politikai elitnek csúfolt valójában maffiával, nemzetközi és hazai szintéren is, amely, és ezt is mondjuk ki, a magyar nép ellen szövetkezett. Üzenetünk tehát nyílt és világos, és legfőképpen magyar érdekű. Ne a magyarokkal akarják megfizettetni a mesterséges energiaválságot. A kormány adóztassa meg a multikat, a nagy techóriásokat, globális nagyvállalatokat, akik már a koronavírus, a Covid őrület alatt is nyerészkedtek, és az egyik legfontosabb, hogy adóztassa meg a saját oligarcháit is. A két nagy, bár már egyre olvadó, hazug politikai és korrupt politikai tömb után én őszintén mondom nektek, hogy ez a mozgalom a magyarság utolsó reménye, de csak akkor, hogyha mi összefogunk, hogyha mi hazánk a magyar emberekkel karöltve, tehát együtt, nem vívja ki azt, ami a magyar népnek jár, akkor higgyétek el, más nem fogja ezt helyettünk megtenni, de én hiszek benne, hogy ez meg fog történni, mert a nemzeti ellenállás mi vagyunk, és a végső célunk a valódi munkaalapú társadalom, a magyar nép jólét elérése, és azt az üzenetet vigyétek innen haza, hogy ne adjátok fel soha, mert együtt erősek vagyunk, de csak együtt, fel a győzelemre!